Most azt a megoldást akarja választani a tanács, a miniszterelnökök, hogy a embargó az a tengeri szállításon érkező orosz olajra kiterjedjen, a csővezetéken érkezőre pedig nem. Ez jó, tehát ez Magyarországnak egy jó megoldás. Ez azt jelenti, hogy nem dobják le az atombombát a magyar gazdaságra, hanem tudunk működni továbbra is úgy, ahogy eddig. Ez annyit jelent, hogy a vezetéken keresztül jövő gázra vonatkozó szabályokat azt majd egy későbbi alkalommal fogjuk valamikor megvitatni és elfogadni. Ami nekünk gondot okoz, és emiatt kell ma csatáznunk, ez az, hogy abban az esetben, hogyha a csővezetéken keresztül érkező orosz olajjal történik valami, ahogy egyébként erről az ukránok és mások is már beszéltek, vagyis nem jön a vezetéken orosz olaj, akkor nekünk jogunk legyen tengeren keresztül beszerezni és máshogyan eljuttatni magyarhoz. Ez a garancia, ami nekünk kell. És természetesen majd a következő körben meg kell vitatnunk azt, hogyha azt várják, hogy a vezetéken érkező orosz olaj is kikerüljön a magyar gazdaságból, akkor ahhoz milyen beruházások, mennyi idő és így tovább lesz majd szükséges. De ezt ma nem kell megvitatnunk, ezt a következő alkalommal is meg tudjuk vitatni. Az a fontos, hogy ma, ha elérem ezt a garanciát, amit kérünk, akkor biztonságban vagyunk.